Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Elhoztam nektek egy új játékot, ami nem más, mint a Clone House. A játékról nem tudok semmit, vagyis de annyit, hogy ez egy scary game, tehát hogy pontosan mit akar, nem tudom, mert érdekes, olyan szövegeket láttam a leírásnál, hogy 30 másodperces game, meg ez mit akar, sose láttam ilyet. De az Options-ben sok mindent nem tudunk állítani, csak itt a nyelvet oroszról, magyar, vagy ezért angolra, hát nézzük. Azt mondja, hogy You are trapped in a dungeon. Igen, tehát csapdába estél egy sötétes házban. Úristen, de egyébként ez a fekete-fehér skin, ez valami rohadt durva, ez nagyon ijesztő. Tehát bohócokkal csapdába estem egy házba, de jó. Meg kell találnom a kulcsot, hogy megszokják. De jó. Tök random pontokon vannak, és a bohócok gonoszak és meg akarnak ölni. De jó. Én megfélek a bohócoktól. De jók vagytok, hogy rohadnátok meg. Ó, van pisztolyunk, ez jó, pozitív. És nem szabad kinyírni olyat, aki békén hagy, mert különben elveszítem. Azt a rohadt élet, de szép így. Aha. Aha, ott egy bohóc, ott két bohóc. És keresünk így. Hát ez jó le volt dugva. Mennyi volt? Minden 3 másodperc. Az nem sok. Na nézzük újra, hát ha. Na, biztos még visszarakta, mi? Persze. Hát ez így elég gagyi játék lett így. Na most nincs ott. Na most itt van. Hát ez így nagyon kacat. Na most megint itt van. Hát ez így nem is ijesztő. Menj már, erre írták, hogy scary game. Hol lenne? Itt a... Hogy rohadnál meg? Tibi! Hát most miben megint itt lesz a kulcs? Most nincs itt. Nézzük meg, mint akinek pisilnie kell, komolyan mondom. Na mindegy. Ott a kulcs. Ez is itt egy baltásgyilkos késsel. Mindezt hozzá ragadunk. Igen, hát... Nem tudom, gyerekek, én nagyon félek a bohócoktól, de hát... Passzus, azt hittem azért egy kicsit ijesztőbb lesz a játék, hát... Annyira nem... Nem durva, mint amennyire elképzeltem. Azt hittem, hogy ez is ilyen lesz, hogy... A lelket megpróbálja kiijeszteni belőlem. Ha, itt a kulcs megint. Meg vagy. Oké. Nem akar megenni. Inkább csak a zenéje volt ijesztő. Ennyi? Ennyi az egész játék? Hát ez szerintem inkább telefonos ilyen flash játéknak, vagy ilyen kis mobil alkalmazásnak tök jó pufa lenne, de... Ez annak tök izgi lenne, de... De hát ez így... Ez így gyerekek, ez így egy kacat. Hát ez a világ legkönnyebb játéka. Elmész egy adott helyre, összeszeded a kulcsot, aztán kijössz. Sok GP harcos az meg békén hagy, tehát... Akkor itt lesz a kulcs, hanem itt, akkor itt. És itt a kulcs, tehát... ahogy elnézem a játékot, egész egyszerű. Mert van 4-5 komolyabb pont, ahol ott vannak, ahol ott lehet a kulcs. És erre rájössz két... Baszd meg! Ó, oh, te jössz. Jó. Tehát van 4-5 pont, ahol ott lehet a kulcs, és maximum egy támad meg, tehát több nem, mert addigra kijutsz, mire a környékedre ér. Megint itt a kulcs. Jaj. Most már nem is vagy ijesztő, mi? Mit csinál velem, ha utolér? Szia. Ah, értem, szóval meg a... Ezt is tudni kellett. Ennyi volt? Ennyi. És mi van, ha csak úgy randomba lelövöm? Egy vagy közülük. Bohóc vagy. Hát, igen, ez nem volt egy nagy etvász ez a játék, mit ne mondjak, tehát... Valahogy többre számítottam. De hát ez is valami, megpróbálták, tehát most...
most már értem, miért ingyenes a Steam-en. Úgyhogy, hát köszönöm szépen, hogyha megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, nem kell lájkolni, vagy diszlájkoljátok, engem még az se érdekel, csak... gyerekek, Istenem, ez nagyon kacat lett. Ez nagyon szar lett. Uncsi volt, kétszer ijesztett meg. Azt hittem, ijesztőbb lesz egy Scary Game. Na mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint, hogyha eddig nem tettétek, megiratkozzatok fel a csatornámra. Úgyhogy ennyi volt, hát, ha még így haladunk, akkor ma még lesz egy videóm, úgyhogy köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!